Hát az az igazság, hogy hogyha ki kéne emelnem derbi mérkőzéseket, akkor nekem az első kettő az jutna eszembe egyből, hiszen 2008 nyarán jöttem haza 7 év légióskodás után, akkor a Fradi nem volt az NB1-be, akkor másodosztályba játszott, és én egyből, amikor a sorsolás volt, már azt néztem, hogy mikor fogunk játszani a Fradival itthon. Úgyhogy 2009-ben visszajutottak, 2009-2010-es bajnokságban visszajutottak, egyből megnéztem, hogy mikor játszunk, és az első mérkőzés az itt volt Újpesten, Újpest-Fradi volt. És az volt a legemlékezetesebb, hogyha kéne mondani egyet, mert teltház előtt itt a Fradi megszerezte a 40-41. Percben a vezetést, és akkor még a Fradi szurkolók pont ott a mostani hazai szurkolók helyén ültek, és fákja, minden görög tűz égett, és fél perc, nem telt el egy perc, egyenlítettem, és akkor gyorsan így elaludtak a lángok. Az emlékezetes volt nagyon, még most is így ráz a hideg, és a Rajci Peti a 90. befejelte a győztes gólt, 2-1-re nyertünk, úgyhogy az nagyon emlékezetes volt, de még ebben a szezonban idegenben nyertünk 1-0-ra, tehát 0-1 volt az eredmény az én gólommal, úgyhogy ha kettőt ki kéne emelni, akkor ez a kettő lenne az első két meccsem. Hát a 0-1-et mondanám akkor, azért mégis győztes gól volt az Üllői úton, a régi Üllői úton. Én egyébként sokkal jobban szerettem játszani a régi Fradi stadionban, mint az újba. Más volt valahogy az egész légkör, az egész hangulat, úgyhogy... Meg az utolsó meccset emelném akkor ki, az sajnos nem úgy alakult, mert ott kikaptunk 2-1-re, de volt ott egy gólom, amivel egyenlítettünk, úgyhogy ha azt lehet mondani, az utolsó NB1-es gólt a Fradi ellen, a régi Üllői után, azt én rúgtam, de hogyha ki kéne egyet emelni, az egyértelmű, hogy a győztes gól, amikor 1-0-ra nyertünk. Hú, frappáns dolog az, hogyha egyet kéne mondani, amikor itt játszottunk, amikor visszajutott a Fradi NB1-be, és a gól előtt emlékszem, hogy a Lipcsei Peti kiment szögletet rúgni, és dobták be nekik neki a kockacukrot, nem is egyet, hanem elég sokat. És a Petit én egyébként nagyon tisztelem, és nagyon jóban vagyunk, tehát nagyon-nagyon jó játékos volt. Ő fölvett egyet, és bekapta, és megette. Szerintem az nagyon-nagyon-nagyon vicces, és frappáns dolog volt a részéről. Nem az, hogy ő megsértődve, vagy valami kikiabál, vagy vissza a nézőknek, hanem megette, és az szerintem egy ilyen nagyon-nagyon vicces sztori volt. Emlékszem, amikor egyszer pont a 0-1-nél, amikor mentünk ki melegíteni, nekem a Simekpeti volt úgymond a párom a bemelegítésnél, és akkor először így elkezdtünk passzolgatni. Már akkor a régi Üllői úton fönnültek a kerítésen a Fradi szurkolók, és folyamatosan engem szittak, de több 10-100 ember. Engem egyébként ez nagyon feldobott, tehát én nagyon szerettem ilyen derbiken, nem is csak derbiken, hanem ilyen nagy tétű meccsen játszani, tehát nekem nem összenyomott, hanem inkább feldobott. Hála Istennek sok ilyen meccs megadatott, és ezeken elég eredményes voltam, és jól tudtam játszani. Szittak, igen, nem csak az Üllői úton, azért elég sok stadionban, de engem nem összenyomott a tét, hanem feldobott, és pont ez a 0-1-es meccsen is emlékszem, hogy ott engem szittak, és akkor kinéztem, én még ott még egyet mosolyogtam is rajtuk, hogy miért szidnak. Azt az én gólommal nyertünk, úgyhogy elhoztuk a 3 pontot. Hát a derbi héten, amikor tudtuk, hogy mondjuk szombaton játszunk, azért hétfőtől már benne volt a fejekbe, sőt már előtte is, hogy mikor kezdődik a derbi. Én főleg itthon szerettem nagyon játszani a Fradi ellen, azért itthon, teltház előtt, hazai pályán teljesen más, mint mondjuk idegenben. De én ott már hétfőn már azt éreztem, hogy már kezdődjön, tehát már alig tudtam aludni. Ezzel álmodtam, ez volt mindig a fejemben, már kb. Az első percről a 90-ig így lejátszódott bennem, hogy mi fog történni, hogyha nem úgy alakul esetleg az állás, akkor hogy kell megfordítani. Nagyon-nagyon fel voltam spanolva ezekre a mérkőzésekre, és én ezeket a mérkőzéseket szerettem a legjobban. Tehát hazai pályán, Újpesten, egy Újpest-Fradin itt, a Szusszába játszani teltház előtt azért nem mindenkinek adatik meg, és szerintem aki játszott már ilyen meccseken, az tudja, hogy ez milyen. Nagyon örülök, hogy újból a C lelátó, az a hazai szurkolók fognak ülni, úgyhogy nagyon remélem, hogy teltház lesz, sőt biztos vagyok benne, úgyhogy ugyanúgy a hazai szurkolók, ahogy a régi derbiken is, ahogy ültek az Újpest szurkolók, meg fogják ott tölteni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy teltház előtt le fogjuk győzni együtt a Ferencvárost, úgyhogy gyertek minél többen, vasárnap találkozunk 19:30-kor itt a Szusza Ferenc Stadionban. Hajrá, Lilák!